Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Visszatérve az első kérdésre, mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt láthatóak az utak. Az jelentheti azt, hogy találkozni akar veled, hiszen a sors utak kereszteződnek. És itt a madarak jelentik a kommunikációt, útban van hozzád, mert beszélni akar veled. Az utak jelenthetik a döntéseket is. Amikor elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. De nem egyedül fog dönteni, hiszen itt látható a beszélgetés, ezt veled meg akarja beszélni, vagy kéri, hogy adj számára egy jó tanácsot, hogy melyik döntés lenne helyes számára, vagy számotokra. Hogyan érzi magát? Itt a kutya utalhat házi állatokra is. De itt van a halál kártyája. Lehet, hogy a kutya vagy a cica elbúcsúzott tőle, és emiatt szomorú. Persze a kártyáknak más jelentése is van, hiszen a kutya jelenthet barátságokat, és a koporsó utalhat egy régi barátra. Régi barátságokra. Lehet, hogy ebben kell döntenie, hogy találkozzon-e vele vagy velük, igen vagy sem, vagy jobb lenne, ha lezárná ezt a kapcsolatot, hiszen a koporsó azt is jelentheti, hogy bizonyos dolgokat vagy bizonyos kapcsolatokat itt le kellene zárni. És mit fog tenni? Itt látható a szerencse. Lesz egy szerencsés fordulat. Azon kívül ő boldog, ha találkoztok és lát téged. Ez a virág jelenthet tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, vagy azt is jelentheti, hogy szeretne veled valamit tisztázni. Amit ez a kártya még jelenthet, a szexuális témák, ebben az esetben a kutya jelenti a hűséget. Bizonyára ezt is megemlíti, hogy a múltban is ő hűséges volt hozzád, és keresi veled a testi kapcsolatot. És mi fűz össze benneteket? A gyűrű. Az jelenti a kapcsolatot, hiszen közeledik hozzád. A gyűrű jelenthet valamit, ami visszatér. Itt lehetnek régi barátságok, vagy ő tér vissza hozzád, és mondja azt, hogy hűséges volt hozzád a múltban is. Amit a gyűrű még jelenthet, egy eljegyzést, vagy egy házasság tervezését, tulajdonképpen ez ugyanazt jelenti. Vagy, ami a munkát, hivatást illeti, akkor a gyűrű jelenthet szerződéseket. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rákos.